A német egyesítést követően a volt kelet-német Zingvici kombánygyár Médre Severg GmbH néven folytatta pályafutását a régi típusok továbbfejlesztett változatainak gyártásával. Kezdetben a korábbi E514 és az E524 Ernte-Meister családnévvel való gyártását vitték tovább, majd kiegészült a kínálat a fejlesztett E525 és 527-es modellekkel. 5 évvel az átalakulást követően a régi 524-es kivezetését követően annak nyomába lépve mutatkozott be az 514-es és az 520-as széria két modellje közötti átmenetet képviselő típus, az MDV Ernte-Meister 521-es, amely egy tulajdonosváltásnak köszönhetően 1998-tól kész IH521 jelzéssel az ismert világmárka színeiben is megjelent a testvéreivel egyetemben. Az új kombány alapvetően az 514-es nyomdokait követte felépítésben, befoglaló méretekben és szerkezeti kialakításban, de számos ponton ötvözték az 520-as sorozat két típusában bevált egységekkel. A nagyobb 520-as típusokról ismert műanyagújas motollával szerelt háromféle méretben elérhető gabonavágó szerkezetet kapta meg, és a ferdefelhordó is az 524-es, illetve az 525-ös modelleknél alkalmazottal közel azonos építésű volt. A fentieknek megfelelően a vágószerkezet már alapkivitelben rendelkezett irányváltó berendezéssel és visszaforgató rendszerrel. A cséplő és leválasztó rendszer alig különbözött az alaptípus 514-esétől. Ugyanazzal a verőléces cséplődobbal, lemezes utóverővel és 4 szalmarázó ládával rendelkező leválasztó rendszer dolgozott ebben a modellben is. A tisztító szerkezet is azonos volt, de a jobb tisztítási hatásfok érdekében itt alkalmazták az 520-as modellekben bevált axiárrendszerű szelelőventilátort. A kombány az 514-essel ellentétben már alapkivitelben rendelkezett kalász visszahordó ellenőrzéssel. A szalmarázó külső burkolata is az 520-as modellek formavilágát vitte tovább. 1400 literrel 5 köbméteresre növelték a magtartály térfogatot, a magürítés pedig teljesen új fejlesztésű zárt magürítő rendszeren keresztül zajlott, amely az 514-esnél megszokott derékszög helyett akár 100 fokban is kilendíthető volt, és bármely szögállásban lehetett működtetni. Az új rendszerű ürítőcsiga 12 másodperccel hamarabb ürítette ki az 5000 literes tartályt, mint ahogy az 514-es testvére a kisebb tartálya esetében. A járószerkezet hajtás megegyezett a kisöccsétől örökölt rendszerrel, de itt már a hajtott tengelyre alapkivitelben 23,1x26-os abroncsméretű kerekek kerültek. A vezető fülke még a Forschritt időszakban megismert francia panoráma fülke volt, az 514-esből ismert kezelő és visszajelző egységekkel, de itt már az LH Agro 965-ös fedélzeti számítógép beépítésével növelték a fülke komfortját. A kombány erőforrásául az MDV 524-esben alkalmazott 150 lóerős 6-hengeres Perkins motort örökölte meg, így 10 lóerővel volt erősebb, mint az alap 514-es. Bármilyen meglepő, de MDV színekben 1995-től 1997-ig mindössze 60 darab, míg a tulajdonosváltást követően 1998-ban és 1999-ben pedig csak 80 darab hagyta el a gyár szerelőszalagját, így minden egyes példány igazi kuriózumnak számít. Az ezredfordulót követően a CNH Globál létrejöttével a kéz IH megvált a gyártól, és újra önállósulva a régi név alatt parcella kombájnokat gyárt napjainkban is.